Készülnek a csomagok a rászorulóknak, mutattuk be egy korábbi műsorunkban. Ez az adakozás is része volt annak az akciótervnek, melyet a bátaszéki önkormányzat bonyolított a vírusveszély idején. Március 13-a a koronavírus járvány kirobbanása óta a szociális ellátások terén jelentős változások mentek végbe a helyi önkormányzatokban. Emellett a polgármesterek kaptak felhatalmazást arra, hogy a képviselőtestületek jogkörét átvéve döntsenek a napi, többek között a szociális szférát érintő ügyekben. Elég sokrétű feladatra kaptunk felhatalmazást a veszélyhelyzet kapcsán, és többek között ugye a szociális ellátások közvetlen irányítása is polgármesteri feladatkörbe került, tekintettel arra, hogy a szakbizottság, azaz a szociális bizottság nem ülés, ezt nem működhet. Ennek megfelelően a segélykéremek elbírálása, a szociális ellátások elbírálása polgármesteri feladatkörbe került. Igyekeztünk minél rugalmasabban kezelni természetesen ebben a helyzetben ezt a feladatellátást is. Ezt tettük úgy, hogy egyrészt mindazon ellátások, amelyek korábban hosszabb időtartamra kerültek megállapításra, és a veszélyhelyzet időszak alatt jártak volna le, gondolok én ilyenre, mint gyógyszer utalványoknak a biztosítása, vagy lakhatáshoz biztosított települési támogatásnak a biztosítása. Ezeket automatikusan külön kérelem nélkül meghosszabbítottuk, jelen pillanatban 6.-30-áig, tehát nem kellett újabb kérelmet benyújtani, és folynak továbbiakban is az ellátások. Érezhető volt, hogy egy kicsit talán csökkent az igénybevevőknek a száma. Ez talán annak volt köszönhető, hogy nincs közvetlen kontaktus, hiszen papír alapon kell benyújtani a kéremeket. Ebben azért segítségünkre van a gondozási központ, hiszen ők segítenek a kéremek kitöltésében, de nem olyan drasztikus a szociális kéremeknek a száma, mint amit adott esetben előzetesen lehetett volna prognosztizálni. Talán segített ezen az is, hogy elé mentünk a problémának, és mondjuk húsvétkor az önkormányzat élelmiszeradományokat biztosított alanyi jogon a rászorult családok számára, a veszélyhelyzethez kapcsolódó fertőtlenítőszereket biztosítottunk a rászorult családok számára, szintén szociális alapot figyelembe véve. A vírus veszély új szakaszba lépett, amely másféle intézkedéseket kíván majd. Bozsolik Robert azt mondja, minden szükséges feltétel adott a helyzetek kezelésére. Most várjuk az újabb intézkedéseket, annak figyelembevételével valószínűleg még meghosszabbítjuk azokat az ellátásokat, amelyek mondjuk június 6-áig, 30-áig lejárnának. És hát állunk természetesen a város polgárai rendelkezésére, akinek adott esetben a veszélyhelyzet miatt a munkahely elveszett, bátran fordult az önkormányzathoz, próbálunk ebben segítséget nyújtani, illetve hát amennyiben az élethelyzete megköveteli, nyugodtan fordulni az önkormányzathoz, próbáljuk segíteni, hogy át tudják viselni az elkövetkező időszakot. A vírushelyzet beköszönte a költségvetési tervezetet is átrajzolta. Alapvetően a város már a tervezés fázisában a előzetesen biztosított kereten felül 3 millió forintot különített el a szociális ellátásoknak a kiegészítése érdekében. Egyelőre a számszaki adatokból úgy tűnik, hogy időarányosan tudjuk a felhasználást teljesíteni, csúnya szóval fogalmazva. Tehát a szociális helyzet nem tette indokoltá még a rendkívüli keretnek a feloldását.